dr. Bene Gábor, akiről most röviden csak annyit mondok, mert ő semmi sokkal többet fog mondani, hogy közjogászként ismert, nagy szerepe volt a 2006-os eseményekben, és ettől függetlenül még, vagyis hát ez hozzátenném, hogy szintén, mint újságíró, független újságíró dolgozik, úgyhogy több szerepe is van. Magyarok Szövetségében jelentős vezető szerepet tölt be. Az előadásának a címe az Önkormányzatiság, mint a magyar lét védelme, és szeretném akkor megkérni. Hát én is nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Járom az országot, és ugye elég sűrűn tartok itt-ott előadást, és teljesen hozzá vagyok ahhoz szokva, hogy nincs telt ház, tehát senki ne essen zavarba, hogy kevesen vagyunk, mert ugye nem messze van ide Eger, és Dobó István emlékszünk, hogy mit mondott, hogy inkább kevés oroszlán, mint sok nyúl, és én ezt nagyon komolyan szoktam venni. Önkormányzatiság kérdéskörét én egy nagyon picit most arrébb tolom, és azt mondom, hogy az önkormányzatiságnál sokkal fontosabb az önrendelkezés kérdésköre, hiszen amint látjuk, az önkormányzatiság témájában valahogy ez a pillanatnyi világerő, amely, hát én csak úgy nagyon finoman bankárkasztnak szoktam titulálni, ez a világerő olyan szinten próbálja lebontani mindenütt az önkormányzatiságot, ami valójában annak a magyarázata, hogy az egyetlen dologtól fél ez a pénzháttérhatalmi erő, nevezetesen a nemzetállamtól és a nemzetállamot felépítő vagy működtető önkormányzatiságtól. Amerikai Egyesült Államokban nagyon szépen működött, nagyon hosszú időn keresztül a Town Meeting, jól mondom? Igen, Town Meeting. A Town Meeting, és az egy olyan szintű önkormányzatiság volt, ami sok szempontból a helyi problémákat helyben tudta kezelni, de hát sajnos a 60-as években ez elkezdett csorbulni, és ma ott tartunk, hogy ez a világszisztéma, ugye az egymást váltó pártok szisztéma rendszere, ugye ahol két ideológiailag vagy értékrend szerint szemben álló pártra oszlik a társadalom, és ez a megosztás miatt tud uralkodni ez a pénzháttér hatalmi réteg a társadalmon. Na most ez a megosztás rendszere, ugye nálunk bal-jobb oldalnak szokták hívni, de ez butaság, ez nem így van, de maradjunk most ennél a kategóriánál, ez a megosztás rendszere, ez tökéletesen megpróbálja ezeket az utasításokat, amit a pénzhatalom ad neki, a lebontás folyamataira rá fókuszálni. Ugye hát, amit említettem, Amerikában ez a rendszer már teljesen annulálódott, ez ma úgy néz ki ott, hogy ha valaki felteszi a kezét és akar valamit mondani, akkor 10-15 bérember azonnal letorkolja, tehát nem a műsor vezetője, nem aki kint van és aki szót adott meg, nem az fogja letorkolni, mert az túl átlátszó lenne, hanem vannak ilyen béremberek, akik letorkolják. Magyarországon pedig úgy tűnik, hogy úgy néz ki, hogy csak és kizárólag a pártok juthatnak levegőhöz az önkormányzati választások kapcsán is. Tehát jó, elképzelhető esetleg pici kis falukban, hogy független ember hatalomra kerülhet, de alapvetően, ha nem párt áll a háta mögött a jelöltnek, akkor az annak rögtön annyi, tehát az nem kerülhet egyszerűen be. A kisfalvak történetéről most azért mondom, ne beszéljünk, mert én arról beszélek, hogy alapvetően ez a tendencia. Tehát az önkormányzatiság lebontására én nem kritikát akarok gyakorolni egyébként a jelenlegi kormány irányába, de hát ugye látjuk a példát, hogy milyen szinten bontódott le az önkormányzatiság most, ahelyett, hogy ezt az önkormányzatiságot olyan értelemben mederbe terelte volna a hatalom,
ami sajnos nem volt meg. Tehát szükség volt bizonyos változásra, de nem erre a változásra, ennek a kiüresítésnek lehet ezt nyugodt szívvel hívni, de még egyszer mondom, nem a kritikát akarom én most megfogalmazni, illetve ha kritikát akarok megfogalmazni, akkor nem ebből a szempontból akarok, sokkal inkább a tegnapi nap, ez egy egészen friss hír, tegnapi nap folyamán kaptam meg ezt az anyagot, egy törvény tervezet, a BTK törvény tervezet egyik szakaszát olvastam fel, és akkor mindjárt képbe leszünk, hogy miről beszélek. Aki nagy nyilvánosság előtt a köznyugalom megzavarására alkalmas módon az alaptörvény, jogszabály, Magyarország nemzetközi kötelezettsége, vagy Magyarország által kötelezően alkalmazandó Európai Uniós jogi aktus ellen, vagy az ezek alapján működő bírósági vagy hatósági rendelkezés ellen általános engedetlenségre uszít, 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Ez a javaslat, ami, hát én ha mérlegelni akarom, akkor én annyit mondok erre, hogy ez a szólásszabadság teljes és tökéletes megsemmisítése, ha ezt így el fogják fogadni. Nincsenek aggályaim az iránt, hogy elfogják egyébként. Prometer diktatúra? Visszajön? Igen. El sem ment. Na most én azt gondolom egyébként, hogy ebbe az a katasztrófa valójában, ugye, és az önkormányzatiság kérdéséhez így ügyesen most visszakanyarodva, az a katasztrófa, hogy ha belegondolunk abba, hogy továbbra is csak és kizárólag a pártokrácia keretén belül fognak majd a kisvárosok, nagyobb községek, városok, önkormányzatisága működni, sőt, hát a megyét most azt hiszem teljesen kiürítették, működni, akkor újra az történik, amit én, mint közjogász, rendszeresen kritizálok a jelen magyar hatalmi osztály, mert ugye az ellenzék is hatalom, azért ezt ne felejtsük el, hogy amikor politikai osztályról vagy hatalmi osztályról beszélek, akkor én nem csak a Fideszről, hanem a teljes politikai osztályról beszélek, mert tulajdonképpen, és nagyon örülök, hogy János előadását itt végighallgattam, mert finoman ugyan, de ő is felvázolta ezt, hogy itt tulajdonképpen egy gyönyörű színpadról van szó. A színpadon különböző szereplők vannak, mert azonos szereplők lennének, akkor nem lenne konfliktus, nem lenne izgalom, nem lenne előadás. Ugye? Tehát egy gyönyörű színházat látunk, de ebben a gyönyörű színházban mindenki a helyén van. Akit a szélső jobbra utasított a főrendező, hogy álljál a szélső jobbra, az a szélső jobb oldalon áll. Akit a szélső balra utasítottak, az is ott áll, legfeljebb csak nem úgy kommunikál, tehát nem úgy adja elő magát. Vagy ha úgy adja elő magát, akkor is tudjuk, hogy hiteltelen, hiszen Balogh Zoltán alkalmazta ugyan pár nappal ezelőtt ezt a szót rám is, mert én is tagja vagyok a Magyarok Világszövetségének is, tehát nem szívesen mondom ki ezt a szót, de hát bűnbanda. Ugye az MSZP az egyértelműen bűnbanda. De milyen érdekes, hogy a Balogh Zoltán, akit én egyébként nagyon tiszteltem idáig, nem az MSZP-re mondja, hogy bűnbanda, hanem a Magyarok Világszövetségére. Ugye tetszenek ezt érteni, hogy micsoda érdekes színpadi világ van itt. Egy nagyon érdekes színpadi világ, ahol még ráadásul van egy LMP is, amely olyan fantasztikus igazságokat tud az egyik pillanatban kimondani, hogy leülök, hogy nézd, ilyet is tudnak ezek. És a másik pillanatban meg homlok egyenest nyomja a szekerét ennek a neoliberális tévtan világának, ami az Istené nem akar visszahúzódni, és nem akarja azt mondani, hogy na akkor most abba hagyjuk a világ kiszipolyozását. De hogy egy kicsit a történelem vonatkozásában rá pillancsunk erre a
önkormányzatiság kérdésére. Én két dolgot említenék ezzel kapcsolatosan meg. Ugye az egyik az Andreanum 1224, amely a világ első ismert olyan önkormányzatisága, ahol valóban egy bizonyos területen, nevezetesen ugye a szászok kapták ezt meg Erdélybe, azon a területen, ahol ők letelepedtek, nekik kulturális területi és teljes önkormányzati, tehát személyi autonómiát biztosított az akkori magyar állam. Tehát 1224. A világban teljesen egyedülálló módon történik ez, és ha az ember egy ilyen dolog után, aztán a cifferek is megkapták a Felvidéken, már az évszámot nem tudom, de ezt ne várjátok el tőlem, meg többek is, de mindegy, ez az első, és ez a lényegi kérdés. Tehát ha egy ilyenre képes volt az akkori magyar állam, vagy képes volt arra, amit Mátyás követett el, puskázni akartam, mert nem bírom megjegyezni a számot, de nem látok, megvan, itt van. 1486-ban a 60-as számú dekrétumában Mátyás azt mondta, hogy ez nem jól van így, hogy a vármegye élére én kinevezek egy ispánt. Ez nem jól van így, mert az az ispán nekem tesz esküt, az az ispán nekem dolgozik, az az ispán engem be is csaphat, az szembeszállhat a vármegyével, rossz színbe tüntetheti fel az ottani lakosokat, ez nem jó. Valahogy vissza kellene térni ahhoz az ősi kettősséghez, ami a magyarságnál mindig működött, tudjuk ugye a szakrális vezető, illetve a gyakorlati vezető, tehát a Kende Gyula kettősére gondolok én. Mátyásnak ez lehetett a mintája, amikor azt mondta, hogy jó, kinevezek egy ispánt, az lesz a fő ispán, de válasszon meg a vármegye közössége egy alispánt, és valójában annak az embernek nem kell, hogy a királyra, nekem, Mátyásnak esküt tegyen, az tegyen esküt a megye közgyűlésére. Mert az a megye embere, ő választja, ő fogja felelősségre vonni. Tehát egy olyan hatalom megosztási struktúrát látunk magunk előtt, ami szintén egyedülálló. Egyébként a magyar közjog történetében annyi ilyen egyedülálló dolog van, hogy most fel se tudnám sorolni, mert nem lenne elegendő ami időnk erre a kérdésre. És valahogy, valamilyen úton, módon ezt a közjogi rendszert azzal, hogy 44-ben megszállt bennünket a német, majd 45-ben az orosz hadsereg, majd 1982-ben megszállt bennünket a pénzhatalom, ugye mert azóta is megszállás alatt vagyunk, pénzügyi megszállás alatt. Tehát ez az időszak, ez nem akar tudomást, nem hajlandó tudomást venni a magyar közjogi rendszerről. Az, hogy egy ilyen, a központi hatalomnak egy ilyen korlátozás, egy ilyen önkorlátozása, mint amit Mátyás elkövetett, hogy bekövetkezzék, hát én nem is tudom, hogy mire lenne ebben az országban arra szükség. Különösen annak a fényében még egyszer mondom, amikor azt látom, hogy elsorvasztják az önkormányzati rendszert. Hangsúlyozom, az önkormányzati rendszer nem működött jól. De egy kicsit világítsunk rá, hogy mi miatt is nem működött jól az önkormányzati rendszer. Ezeren elmondták már, tehát biztos csak ismétlem önmagam, azért, mert a feladat sok volt, és a hozzárendelt forrás kevés volt. Azért, mert nem volt meg a megfelelő, alkalmas személyi állomány. Tehát az emberanyag se volt alkalmas arra, hogy megfelelő módon, legtöbb helyen, mert nem mondom, hogy mindenütt, de legtöbb helyen, hogy vezess. Ráadásul ugye egy olyan média túlsúlya van ennek az általam bankárkasztak apostrofált szintársulatnak, amellyel teljes mértékben ki tudták a magyar társadalom agyát mosni. Amikor csodálkozunk azon, hogy ez a beszélgetés elején említett két szöveket, a szemfelnyitás szövegét és az önszerveződés szövegét,
nem tudjuk leverni, akkor annak az az oka, hogy képtelenség a magyar társadalom nagyobb részét valamiféleképpen gondolkodásra bírni. Nem akarok szélsőséges dolgokat mondani, de ugye itt beszéltünk erről, hogy a falvak milyen állapotban vannak. Hát Szeged környékén én odavalósi vagyok, a falvak olyan állapotban vannak, hogyha kimegyek Szatymazra, végigmegyek a főutcán, egyetlen tyúkkal nem találkozom. Nem kétlábú tyúkra gondoltam, hanem szárnyas jószágra, tehát nehogy félreértésre. Nem, de hát annak szárnya is. Na tehát nem találkozom, de az udvarba bemegyek, ott sem találkozom. Ugyanis valóban arról van szó, hogy elhitették a magyar társadalom jelentős részével, hogy mindent csak és kizárólag az aranyborjú, a pénz vonatkozásában lehet és kell mérni. Na most, ha ezt elhitte ez a társadalom, már pedig elhitte, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy nem áll ki az önérdekéért, mert közben azzal bombázott ugye bennünket a televízió, hogy amíg ön alszik, a pénze dolgozik. De tetszetek már olyat látni, hogy az a vacak papír, ami egyébként könnyen elképzelhető, hogy rövid időn belül nem fog semmit érni, az a papír, amit pénznek hív. Hogy az a vacak papír dolgozik. Ugyan ne viccelődjünk már, ez mese. És ezt a mesét, ezt a vadítást, ez a társadalom elhiszi. Tehát ha nem tudjuk leverni azt a cöveket, amit egyértelműen szemfelnyitásnak lehet csak hívni, akkor nem lesz önszerveződés. De ha néhányaknak felnyílik a szeme, és ők elkezdenek önszerveződni, és ők mintát mutatnak egyes helyeken, akkor már elképzelhető, tehát ez oda-vissza hat ez a két szöveg, akkor elképzelhető, hogy a szemfelnyitás is egyszerűbben, gyorsabban megtörténik a mintaadás miatt. Hölgyeim és uraim, azért olvastam fel az előbb ezt a kis szólásszabadsággal kapcsolatos törvénytervezetet, mert úgy gondolom, hogy tulajdonképpen, ha ezt be fogják vezetni, akkor engem rövid úton el fognak vinni bilincsbe. Ugyanis nekem az a problémám, hogy a mai magyar politikai osztály egyszerűen nem hajlandó tudomásul venni, hogy neki kötelezettsége van. Nem lehetősége visszaállítani a magyar alkotmányosságot, amelyet generációk sora állított elő, csiszolt ki. Nem lehetőség, hanem kötelezettség. Azok az emberek, akik választás útján bekerültek a magyar alsóházba, azok egyszerűen nem is akarják ezt érteni, és rendszeresen halljuk azt a, hogy ó, hát nem lehet, hát itt nagyon észnél kell lenni, nagyon vigyázni kell, hát itt az Európa Unió tagjai vagyunk, hát itt már a szuverenitás részben megszűnt, hát itt mi fog történni, jaj, nagy baj lesz akkor, hogyha mi neki megyünk a világnak. Hát de könnyörgöm, hát ki beszél arról, hogy menjünk neki a világnak? Hát ez egy baromság. Én arról beszélek folyamatosan, hogy a magyar ember úgy van megépítve, hogy neki nem kell a másik. Nem kell a másik. Nem jár el lopni, és hogyha véletlenül hozzá kerül valami idegen tárgy, az legrövidebb úton belül visszaadja. Így van felépítve a magyar ember. Hozzá került egy idegen tárgy 49-ben. Ide hozták nekünk a Buharin által írt idegen alaptörvényt, mert sokáig hitt, bocsánat, ugrálásnak tűnik a dolog, sokáig azt hittem, hogy hát szegények ott a parlamentben, hát nem tudják, hogy az alkotmány meg az alaptörvény az nem ugyanaz. Hát nem tudják, mert sajnos az egyetemek éléről, és különösen az alkotmányjogi tanszékek éléről nem távolították el a régi elvtársakat. Kicsit szemtelenül azt mondom, hogy az egyik kedvenc tanárom volt a szegedi alkotmányjogi tanszék mostani vezetője, ő már ott tanított, nem ő volt a tanszék vezető, de ott tanított az alkotmányjogi tanszéken. Nagyon szerettem az előadását, színes volt, érdekes volt, de hát ő volt a pártitkára egyébként az egyetemnek. Ma ő a tanszék vezető. Tehát
Tehát tetszenek. Tehát hogy lehet elvárni tőle azt, hogy ő most mondja, hogy igen, a magyar alkotmányosságot kell visszaszerezni. Hát nem várható el ettől az embertől. Hát az egész élete munkáját kellene, hogy megtagadja, a kommunista múltját kell. Ő nem akarja megtagadni a kommunista múltját, ugyan ma már nem tagja semmilyen pártnak, sőt, látványosan párton kívüli, de amikor bekopogtam hozzá, hogy hát én nagyon szeretnék egy vitakört itt az egyetemen ebben a témában megrendezni, hogy történeti alkotmányosság, vagy ez az idegen jogrend. Akkor fogta a fejét, hogy jaj, ezt már senki nem érti, Gábor, hát ezt nem tudják az emberek, hát mit akarsz te, vissza akarsz 100 évvel vinni bennünket? És mondtam, hogy nem, én a szerves jogfejlődésről beszélek, én arról beszélek, hogy csak alapokra lehet építkezni, homokra nem lehet. Hát itt most egy idegen jogrendre építkezünk, hát az össze fog dőlni, előbb lehet, hogy megint kibír 20 vagy 22 éve, de össze fog dőlni, mert nem arra a stabil alapra építjük, amire kell építeni. A miénkre, a sajátunkra. Adjuk már ezt vissza nekik. Hölgyeim és uraim, kezembe akadt egy könyvecske, Ablonczi Bálint, az alkotmány nyomában, beszélgetések Szájer Józseffel, Gulyás Gergelyen. És akkor elolvastam önöknek, hogy azt mondja, fontos az alaptörvény vagy alkotmány kérdése. Tehát ők tudják, hogy fontos. És tudják, hogy különbség van a kettő között. Sőt, hát Orbán Viktor ezt el is mondta, hogy azért nevezik ők most ezt alaptörvénynek, mert ezzel nem tagadják meg a történeti alkotmányt. De milyen érdekes, hogy Orbán Viktoron kívül az összes képviselő, higgyék el, ki van a fülem már erre hegyezve. Minden egyes képviselő szinonímaként használja az alaptörvény alkotmány szó. Mindegy, kivétel nélkül. És akkor Szájer József ezt írja. Fontos az alaptörvény vagy alkotmány kérdése. Az alkotmány szélesebb értelemben fogalmazza meg egy ország jogrendjének különböző szabályait, amelyben nem csak a tételes jogszabályok, hanem az értelmezési elvek, és maga a jogi hagyomány is benne foglaltatik. Én se tudtam volna jobban leírni. Hát én 25 éve ezt írom. 25 éve ezt állítom. És ime, itt van Szájer József, aki pontosan ugyanúgy tudja, mint én. És nem tudja felvilágosítani a többi 200 alahány kollégáját, hogy gyerekek, hát ne keverjük a kettőt, mert a kettő nem ugyanaz. És még most se értik, pedig ugye a Magyarok Szövetsége kiadványán is ugye alaptörvény tervezet van. Ugye? Az van rá. Szegény Sándor, hogyha itt lenne, akkor tudná, hogy mennyit viaskodtunk ezen, mert ő minden áron alkotmányt akar. Erpa is annyi barát. Minden áron áll. Mert azt mondta, hogy az a komoly. Mert én értem, hogy nem értik az emberek, de hát látjuk, a politikai osztály egyes tagjai értik. És ők se akarják felnyitni a szemét a többinek, hogy vigyázzunk gyerekek, ez nem így van, itt különbség van. Kábor 22 percen járunk. No, tehát, hogy visszatérjük arra az alapkérdésre, ami talán a legfontosabb számunkra. Csak és kizárólag az a szeretett közösség tudná ezt az országot lendületbe, működésbe hozni, aminek egyébként a legfontosabb támasza az önkormányzatiság lenne. Na de nem úgy, hogy ki van herélve, nem úgy, hogy ki vannak véve a jogok a kezéből, nem úgy, hogy továbbra is ugyanazt a szisztémát látjuk, hogy csak a nagyon kicsi falvakban képzelhető el, hogy független emberek bekerüljenek. Már a nagyobb falvakban csak a pártviaskodás. Tehát én úgy gondolom, hogy az oszd meg és uralt, hogy ugye a dividend impera elve, az olyan mélyen bele gyökeredzett most már ebbe a társadalomba, hogy, és hogy dicsérjem is egy kicsit a jelenlegi kormányt, mert gondolom, hogy azért csak ők hatottak rá, hát azért csak Jeleszky István filmjét, a Háború a Nemzet ellen című kitűnő négyrészes filmet azért csak leadta nagy nehezen, sok év után most már a Duna Televízió, és csak tájékozódni lehet ebből. Csak tudják önök, hogy milyen nekem a legnagyobb problémám? Hogy egy
teljes mértékben agymosott társadalomban azt, amit ott azok a tudós emberek elmondanak, és amit Jelenszky nagyon színesre, ügyesen összevágott, az csak az értelmiség értené meg. De ez a nagy kérdés, hogy egyáltalán van-e magyar értelmiség? Létezik-e ilyen? Mert ha létezik, akkor halkan mondom, de neki is ez lenne a kötelezettsége. Felhívni a figyelmét a politikai osztálynak arra, hogy civil társadalom, amit ugye rendszeresen mondanak, a civil kontroll, az Magyarországon mindig az önkormányzatiság volt. És ha ezt az önkormányzatiságot lehetetlenné teszik, elsekélyesítik, akkor semmiféle civil társadalom nem tud megerősödni, az önvédelmi reflexek nem fognak visszaállni. Tudjuk nagyon jól, hogy az oktatás területén milyen iszonyú harcok vannak, és mennyire nem sikerül, mert én sajnos ezt látom, hogy nem sikerül átvinni azt, hogy igenis a magyar embereknek legyen magyar öntudatuk. Mert a magyar öntudathoz hozzátartozik az az alkotmányos jogtudat, amiről majd valamikor délután fogok beszélni. Hölgyeim és uraim, nem tudom mennyi az idő, de ha kérdés van ezzel kapcsolatosan, akkor nagyon szívesen válaszolnék rá, mert így egyszerűsítjük a... Van egy 5 percünk, van egy pár kérdés. Köszönjük szépen az előadást. Kérdés, annyi, hogy fog felállni ebbe az új rendszerbe, mert 2000 fő alatt megszűnik az önkormányzat, társult önkormányzatok lesznek, és hát én ebből semmi jót nem látok, az az igazság. A megyét azt kiürítették, egyetértek, országot is kiürítették, a régió az nem mond semmit, az nem történelmi régió, járásokat visszaállítják, az nem tudom, hogy mi a funkció. Hogy ez a gyakorlatban hogy fog megvalósulni, hát ez bevallom férfias, ez nekem is nagyon nagy kérdés. Én pár polgármesterrel ezzel kapcsolatosan már tájékozottam. Tehát az a lényeg, hogy valahogy ilyen társulásokat kell létrehozni. Most ez tulajdonképpen maga a társulás gondolata az nem lenne rossz. Tehát az nekem nincs nagy bajom. Inkább az a kérdés, hogy mi lesz ennek a mozgató rugója. Tehát például Csongrád megyében egy olyan emberrel beszéltem, aki azt mondta, hogy ó, hát a mi környékünkön most itt az lesz a helyzet, hogy 3 ilyen kis település fog majd össze. Na de hát, Gábor, hát a 3 polgármester közül ugye a legerősebb az a X községben a fideszes. Hát biztos, hogy ő lesz a főnök, és mi valószínű ki fogunk ebből a dologból rövidesen kerülni. Na most nekem az a problémám ezzel, hogy a falvak erősítése egyébként az nem is jogi kérdés. Tehát én oda mentem a parlamentbe annak idején Ángyán Józsefhez, és megkérdeztem tőle, hogy tudom, hogy az Unió tiltja. Tudom, hogy az Unió rettenetesen tiltja azt, hogy a magyar élelmiszer feldolgozó ipar visszaálljon, különösen ugye a francia gazdák tiltakoztak annak idején ez ellen iszonyúan, de egyébként maga az Unió, mint intézményrendszer, mint a pénzháttérhatalom egyik gyarmatosító intézményrendszere, tehát ő is rossz szemmel nézné ezt, tehát ugye a kvóták ezért lettek megállapítva, valójában minden ezért van. Tehát én kérdeztem tőle, hogy sikerülni fog-e valami ilyen furmányos módon, ilyen kis közösségeknél megfinanszírozva. És akkor azt mondta, hogy hát ezen dolgozunk. Ez egy évvel ezelőtt volt, hát azóta ő már nem államtitkár, tehát már nem ezen dolgozik. Arról nem is beszélve, hogy az én tapasztalatom az, hogy az Unió abból a pénzből, amit kiszivattyúz tőlünk, visszaad ugyan egy kicsit, mert nem túl sokat ad azért vissza, ezt azért jól tudjuk. Mert ugye ez a hülye duma az uniós támogatásról, hát ettől bicska szokott kinyelni a zsebembe, de ezt hagyjuk. Tehát azt viszont ilyen vízburkolatra, meg
látványfelújításokra, meg ilyesmikre, akadálymentek, ilyesmikre adja, értéktermelő beruházásra az én tudomásom szerint nem. De lehet, hogy én nem látom egészen tisztán ezt a dolgot. Jó, még egy utolsó kérdés. Igen, egy fontos kérdés, hogy nem tudom, hogy van-e tudomásom, hogy alkotmányjogi szempontból egy rendkívül fontos dekrétum. 4. Károlynak 1920. november 9-i dekrétumáról. Igen. Tehát a trónfosztásról. Nem, amit 4. Károly adott ki. Ez azért, hogy kulcsjelentőség volt a kommentum, és sajnos nagyon kevesen tudnak róla, ugyanis már villaprázsimban, tehát az emigrációban Károly király kiad egy rendeletet, tehát a magyar nemzethez. Ezt két példányban írja meg Rakóczkinak, a nemzetgyűlés elnökének és Hortinak. De most Horthy elsüllyeszti, mert túlzott szimpátiát keltene a király ellen, illetve a király mellett. Ebben szó szerint az van leírva, németül és magyarul is meg van írva, országos levéltárban egyébként olvasható. Szó szerint az van leírva, hogy a pragmatika szankciót felmondja, és innentől kezdve Magyarország szabad és önálló független királyság. Tehát magyarán nem történik trónfosztás, ami amúgy is illegális lenne, tehát jog szerint ilyen. Tehát a királyt meg lehet mérgezni, tudjuk, királyt meg lehet ölni, de trónfosztás csak úgy, hogy úgymond ilyen forradalmár nyikhajt gyerekek próbálkoznak, úgy semmi. Tehát a király törvényesen maga mondja ki, hogy Magyarország önálló és független királyság, és bár az emigrációban, de attól teljes szabad akaratából. Tehát ez 1920. november 9, és ez csak azért érdekes, mert ugye 46-tól már ugye köztársaság hivatalosan is ugye parlament által megszavazott, megszállt parlament által megszavazott köztársaság, és innentől kezdve viszont minden illegális, ami ebben az országban, magyar köztársaságban, népköztársaság néven fut. Tehát az a jó hírem itt mindenki számára, hogy itt a magyar köztársaság nevében vették fel a hiteleket, írtuk alá a párizsi békeszerződést, ugye, tudjuk, 46-ra. Tehát tulajdonképpen az a jó hír, hogy aki egy kicsit is konyít a jobbhoz, tudja, hogy Magyarország még mindig királyság, és ez nem opció, nem alternatíva, jaj de jó, meg nosztalgiázás, jogilag ez tény. Tehát köztársaság, mint olyan, én biztosan szoktam mondani az ismerőségi körben, hogy bármire megesküszöm a magyar köztársaságra, mert magyar köztársaság nincs. Úgy, javaslom, hogy ezt a fejlődés vagy forradalom című könyvemet olvassák, ebben én tökéletesen levezetem ezt az egész rendszert. Nem csak, hogy de jure illegitim, hanem én ezen túlmegyek, és most mindjárt megszolgálom a három esztendőt. Én azt mondom, hogy amikor azt mondjuk, hogy de jure illegitim, akkor azt kell mellé tennünk, hogy sajnos de facto viszont van egy kis legitimitása. Csak hogy ezt a legitimitást 89-ben, a társadalom tévedésbe ejtésével és azóta is tévedésbe tartásával követték el, és ez a két elem a csalás törvényi tényállásának legfontosabb mozzanata. Tehát az a de facto legitimitása, ami magyar köztársaságnak most van, az csalással született. Úgyhogy nem egyszerűen született, hanem csalással. Tehát nem csak, hogy illegitim a de jure az állam, hanem a de facto legitimitása is egy csaláson alapszik. Parancsolj! Azt szeretném mondani, hogy neked 5:30-kor lesz egy előadásod, tehát akinek ilyen magyar alkotmánytörténettel kérdése van, akkor jöjjön ide 5:30-ra, jó? Térjük vissza a vidék konferencia. Ennyi, köszönöm szépen!